Jó napot kívánok, kedves nézőink! Szeretettel köszöntöm Önöket a Suhaj Sportcentrumból, azaz a DVMS-es sportcsarnokából. Önök ismét egy kosárlabda mérkőzést láthatnak. Mégpedig a döntőbe kerülésért játszik két csapat. A vendégek a Göcsei SK, illetve a hazaiak a Dombóvári Kosársuli KHL csapata. Világos kék mezben a vendégegyüttes szerezte az első kosarat rögtön a feldobás utáni első támadásból. Hazaiak pedig fehér mezben küzdenek, és most próbálnak meg egyenlíteni, sikerült is, sőt, három pontot ért a kosár. Nagyon jól eresztette Tamás Péter, rajta kívül Balog László, Szilágyi Tamás, Lovas Péter és Farkas Péter van a pályán. Éppen Suta szerel gyönyörűen az ellenfél csapatában négyessel, Mészáros Rihárd, ötössel Lógár Bence, hetessel Hoffmann Balázs, hatossal Bece Barnabás, 11-essel pedig Tóth Olivér játszik a kezdőcsapatokban. A két edző Mészárosné Darida Csilla, a Göcsei SK-nál, illetve nálunk Szőke Balázs és Halmai Balázs. Két játékvezető Paksról, illetve Pécsről érkezett, Már Gábor, ő az idősebb, és Mintál Csaba, fiatalabb barnahajú. Három kettő tehát az állás, egy perc telt el a találkozóból, ahogy említettem, a döntőbe jutás a tét, négy csapat küzd az MB2 nyugati csoportjának döntőbe jutásáért, ugye itt az Alaegerszeg és a Dombóvári, rajtunk kívül még Kaposvár, illetve Szombathely együttes. A Kaposvár az első mérkőzésen 64-53-ra verte a Szombathelyt, aztán a visszavágón 85-68 lett az állás. Ez a mai mérkőzés április 30-án 18 órakor kezdődött. Kaposvár-Szombathely döntő összecsapására pedig május 4-én szerdán 19 órakor kerül sor. Úgyhogy egyelőre még nem lehet tudni majd ennek a mérkőzésnek a végén, hogy ki is lesz az itteni győztes csapat ellenfele döntőben. Kettő perc telt el a találkozóból, kétszer voltak eredményesek az alaegerszegiek, és egy távoli triplával válaszolt Tamás Péter az első dobásra, ez nagyon gyönge, rövid dobás volt. Marad a 3-4-es állás. Bece menti meg, aztán egy jó horog Hoffmann Balázs részéről. Tamás kapja vissza a labdát, Szilágyi, Balog. Jól nyomja ki, Farkas, aztán Balog. Balog a pontszerző. Egy ponttal vezetnek az alaegerszegiek, Mészáros Rihárd mutatja a figurát. Bece el is indul, rendezgeti Lógárt. Aztán megfordul, Mészáros zavarja mégiscsak jobb oldalra, érkezik Hoffmann. Gyönyörű szerelés, Farkas Péter, és nem adja ki az ígyszert. A mérkőzésen először vezet a Dombóvár, illetve másodszor, hiszen 3-2-re is vezetett már. Gyorsan jött a válasz. Farkas tette föl a kezét. A dobójátékossal szemben ő követette a szabálytalanságot, úgyhogy Lógárnak a két pontot beírhatjuk, plusz még jöhet egy büntető is. Csere nálunk. Farkasnak nagyon gyorsan összejött két személy hibája. Jön helyette Murvai Dániel. A Lógár bedobja a büntetőt, 9-7-re vezet a vendégcsapat. Szilágyi Lovastól kapja vissza. Visszahúzza Balog, nagyon messziről, nem is pontosan.
Tamás nem tudta megszerezni a labdát, csak belepöckölt, ám ellenfélhez került az. Hoffman, Mészáros vissza. Hoffman jól adja ki, teljesen üres Bece. Be is varja a triplát. ...12-7 tehát az állás. Tamás nehezen talált társat, aztán Murvai tovább akarta adni, aztán dobás közben szabálytalankodik vele Mészáros. ...7-12 következhetnek Murvai Dániel büntetői. Murvai jól dobja az elsőt. És jól a másodikat is. 9-12 ezzel az eredmény. Tóth Oliver eléggé nehezen hozta föl, aztán Mészárosnak adja. Mészáros egyedül próbálkozik, rossz. Lepattanó Hoffmané. Bece próbálkozik most erről az oldalról. Nagyon rossz a dobás. Kinn is van. Nem sikerült már játékos társának visszahúzni. 9-12 támadhatnak a hazaiak. Szilágyi. Balog. Lógár támadja vehemensen. Murvai. Hoffman csodálkozik. Valószínű rosszul zárt. Hoffmannak ez az első személyi hibája. Mészárosnak, Lógárnak és Becének is van egy-egy. Balog, jól adja ki Szilágyi, közelebb lép, inkább az ízszert választja. Hát a közönség csodálkozik, hogy nem bántotta senki. Szilágyi ilyen az ízszerbe beszokott dobni. Minden esetre a játékvezetők nem fújtak. 9-12, és támad a Göcsei SK. Az első negyedből pontosan a fele telt el, amikor Mészáros dobja be a labdát. Tóth pontatlanul adja Hoffmannak. Egy az egyben próbálja meg Murvai. Túl erősen dobta palánkra a labdát. Tóth három támadó egy védővel szemben nem is hagyták ki. Gyors fordítás Szilágyi. Mészáros volt szabálytalan. Egy csúnyán lépett elé. Megvan a második személyi hibája. Az zalaegerszegi csapatkapitánynak. ...9-14 támadhat a Dombóvár. Pontosabban két büntető következik. Szilágyi dobja. Ahogy imént Murvai bedobta az elsőt, úgy most Szilágyi is. Jó, ó, nem jó a második. Én már benn láttam, marad a 10-14. Tóth Oliver szépen csinálta, és neki bemegy. Szilágyi.
Fornak az indulatok. Dombovári B közép előtt zajlik. Egy-egy fontos mozzanat, egy-egy szabálytalanság. Az imént Mészáros most Lógár kapott személyhibát, és hogy egy picit hűtsel kedélyeket, Mészárosné Darida Csilla időt kért. A vendégeknek 6 csapat személyhibája van, a hazaiaknak 3. Az imént Szilágyi 50%-a dobta a büntetőket. Nézzük most, hogy sikerül neki. Ezúttal az elsőt hagyja ki. A másodikat pedig a palánkról dobja be. 11-16. Tóth Olivér. Mészáros Rihárd. Vissza Tótnak, 10 másodperc van a támadó időből. Hoffman vállalja el, rossz. Lepattanó Murvai. Balog. Átveszi bal kézre. Kosár jó. Hoffman ütött oda neki. Itt most nincs appelláta, ha bár Mészáros még egy picit magyarázza a társaknak, hogy hogyan kellett volna védekezni Baloggal szembe. De legalább nem a játékvezetőknél reklamál. 3 pontot hozott ez a dombovárjaknak. Ez az akció, Balog megmozdulása, kosár jó volt, és a büntetőt is bedobta. 2 pontra jön föl a hazai csapat. Mészáros, Hoffman, vissza Mészárosnak. 2 ember között próbált kibújni, aztán Murvai, az, aki elcseni a labdát, Mészáros pedig odaütött. Nagyon akar nyerni mindkét csapat. Egyelőre az alajegerszegiek használnak tisztátalan eszközöket. Mészárosnak például ez már a 3. személyhibája, pedig még csak az első negyedben járunk. 6,5 perc telt el. Ő meghatározó személyisége csapatának. Érdekes lesz, hogy alakulnak tovább majd a személyi hibái. Murvai nem tud hibázni büntetőből, már 4-et értékesített, és ezzel a 2-vel ki is egyenlített a hazai gárda. Tóth szépen csinálta, csak az íre nem tudta felrakni a pontot. 3 támadó, 2 védő, Tamás. Rossz a gyűrű tövéről pedig. Világos kék mezes játékoshoz pattan végül is a labda. Szilágyi sportszerűen elismeri. Későn ugrott a labdát felhozó Tóth Olivér elé. Aztán le is cseréli. Szőke Balázs helyette pedig Banai Attila lép pályára. 16-16 az eredmény. 3 perc, 15 másodperc van még hátra az első negyedből. Hoffman. Murvait forgatta, aztán eladja. A Mészárost felváltó 8-as számú Kovács Martin nem tudta elérni ezt a labdát, nagyon pontatlan volt. 16-16 az eredmény, támad a hazai csapat, újból átveheti a vezetést. Balog, picit lassan jött a labda. Aztán majdnem el is vesztette, pontosabban el is vesztette. Bece ütötte ki előle a labdát. Tamás Péter. Murvai. Nem volt elég íve a dobásának, aztán Balog nagyon szemfüles. El is vállalja a dobást, de ez pontatlan volt, talán nem kellett volna erőltetni vagy sietetni. Elnézést is kér Suta. 16-16. Ha jól láttam, Banai szabálytalankodott, ezért jár a büntető a túloldalon. Lógár Bence készülődik. Szépen kivezette a dobást.
A második is jó. 16-18 az eredmény ezzel. Tamás. Banai. Balog. Ezúttal innen vállalja el. Hát jobb volt, mint onnan, de pontot ez se ért. Pölöske Kornél kapott személyi hibát. Ő nemrég állt be. Aztán újabb két ember lép pályára a hazaiaknál. Megpróbál frissíteni Szőke Balázs, Várajai Gergő, illetve Farkas Péter. Miközben Tóth Olivér dobja a büntetőket. Az első kimarad. Ennek örül a hazai publikum. Második is rossz. Bece volt szempüles, visszakerült a labda vendégekhez. Tóth. Pölöske szabálytalankodott vele szembe, teljesen fölöslegesen. Újból tehát Tóth Olivér készülődhet a büntetőkhöz. 16-18-as állásnál valamivel több mint 2 perc van hátra az első negyedből. Tóthnak továbbra sem megy. És ez is kimarad. Pölöske emelkedett a legmagasabbra. Farkas bátran bemegy, aztán visszaadja. Belenyúltak, ezért nem jutott el időben Tamáshoz. Várajai. Tamás. Tamás távolról. Szép! Már ahogy eldobta, látszott, hogy jó lesz ez a dobás. Nagyon jól rá tudott koncentrálni. Ismét fordul a kocka, 19-18 a hazaiaknak. Lógár lépéssel indult. Másfél perc van még hátra az első negyedből. Várajai hozza a labdát. Farkas. Egy szabálytalanság. Elég gyorsan üdöütöttek neki. Mészárosné Darida Csilla túlságosan vehemensen reklamált a játékvezetőknél, hogy kapott egy technikait. Időközben Farkas bedobja az első dobását, 20-18. Jó a második is. Tóth Olivér. Egy rossz passz. Az első negyed hajrája a hazaiaknak sikerül jobban. Jól sikerültek a cserék is. Fiatalabb játékosok eddig hozzák az eredményt. Várajai most nehezen szabadult. Tamás. Aztán Farkas nem tudja megszerezni, pedig ott pattant le előtte a labda. 21-18, Hoffman, 1980-as születésű, rutinos játékos, több csapatban is játszott már.
két büntető, előtte azonban egy csere a hazaiaknál. Tízessel Lovas Péter lép pályára, Pölöske Kornél helyett. Hoffmann kihagyja a büntetőt. Nagyon sokat elszórnak az utóbbi időben a Göcsei SK játékosai. Korábban Tóth Olivér hagyott ki jó párat. Most Hoffmann, a második azonban jó. Szőke Balázs időt kér. Negyven másodperc van hátra az első negyedből, a hazaiak támadnak. 21-19-nél. Lovas. És jó a kosár! 23-19. Tóth Olivér. Bece. A sarokban Kovács. Másik sarokban Leogár. Tóth vállalja el. Nagyon rossz dobás, átdobta a gyűrűn. És Lovas már nem bántotta Hoffmann. Kevés volt rá az idő, megpróbálták kijátszani támadó időt az alegerszegi játékosok, ám nem sikerült befejezni jól az akciót. Maradt tehát az első negyed végére 23-19-es hazai vezetés. Kezdődik a második negyed, 23-19-re vezet a hazai csapat. Két héttel ezelőtt ugyanitt szintén 19 pontot dobtak a vendégek, akkor azonban a hazaiak csak 10-ig jutottak, tehát 10-19 volt az első negyed végeredménye. Egy héttel ezelőtt pedig Zalaegerszegen 24-18 volt az első negyed a Göcsei SK javára. Egy újabb rossz dobás, de ismét visszakerül a hazaiakhoz a labda. Újból indult a 14 másodperc, amiből van még ebben a pillanatban 5, úgyhogy el kell dobni. Ez is rossz, és ezúttal kimegy. Várajai nagyon rosszul dobta. Tóth. Ő az irányító, Mészáros is a pályán van. Neki ugye három személyi hibája van, mégis játszania kell. Tóth. Rossz a dobás, lepattanó azonban a vendégeké ismét, aztán egy lökés, jól látható, szabad. Újabb csere nálunk, Szilágyi jön vissza. Szilágyi és Murvai nem játszott egy héttel ezelőtt Zalaegerszegen. Szilágyinak a vádliával vannak problémák, Murvai pedig munkahelyi okok miatt nem játszott. Jó a kosár, Kovács Martin kosarai révén 23-21 lett az eredmény. Tamás jól adja vissza, Banai. Nagyon rossz a dobása. Tóth szépen kígyózott. Dobás rossz, és Hoffmannról kerül ki a labda. Csere a hazaiaknál, Banai jön le, jön helyette Balog. Szilágyi mutatja a figurát, két ponttal vezetnek a hazaiak, ketten támadják, aztán Mészáros már visszazár, Balog. Balog, bement három ember közé, Lovas nem kapta jól a labdát, Farkas. Előtte szétnyílt a védőfal, úgyhogy szépen siklott be. Tamás pedig nagyon harciasan szerzett labdát. Tamás nagyon jól játszik, Balog is.
Gyönyörű! Fantasztikus passz! Suta gyönyörűen adta a labdát. Farkas Péter pedig szépen tette fel az ütszert. 27-21 ezzel. Balog ütött oda. Nem sikerült jól szerelnie. Balognak ez az első személyi hibája mérkőzésen. Bece. Mészáros. Három másodperc támadóidőn el kell dobni. És igen, ez már érvénytelen volt. Lejárt a 24 másodperc. Nem figyeltek eléggé a kis táblára, ahol fut ez az idő. 27-21. 6 ponttal még nem vezetett egyik csapat sem. És ráadásul még növelheti is az előnyét a domovári kosársuli, ha kosárral fejezi be az akciót. Ez egyelőre nem sikerül. A Lovas Péternek nem sikerült a gyűrűbe találnia. Mészáros tovább. Tóth középen, Balogon akadt fenn. Egy percen belül a második Balog személyi hibát láthattuk. Jön is Murvai. A Lovas ül le. Igazán nem tudott hozzátenni még egyelőre a meccshez. Hoffman. Bece. Gyönyörű szerelés. Tóth elesik Murvai lábában. Murvainak ez az első személyi hibája. Dombovári csapatnak ebben a negyedben pedig már a negyedik. Zalaiak még nem kaptak személyi hibát a második negyedben. Mészáros. Elég fura mozdulat. Nem bántotta senki. Hiába néztem rányúlva a bírókra. Aztán itt az ittszer. Valahogy szebben kellett volna felratni minden esetre. Jó helyen volt Farkas Péter. Nyolc ponttal vezet a hazai csapat. Tóth gyönyörű passza, Hoffmannak pedig nem jött be a dobás. És a lepattanó megint csak a vendégeké. Hihetetlen, hogy mennyire jobban szedik a lepattanót, a támadó lepattanót, mint a hazaiak. Szilágyi. Balog. Tamás indul, gyönyörűen kapja menetrend szerinti pontossággal, nem tudott bemenni. 5 másodperc támadó idő, Balog kiadja, Farkas a gyűrű tövéről Baloghoz. Balog, jön Murvai és bedobja, Murvai! Nagyon pont erősen játszik, aztán sajnos elesett. Lábával akadnak problémák. 31-23 az eredmény. Murvai bal térdén egy nagy kötés van. Azt igazítja most meg. Úgy néz ki, hogy nincs komoly probléma. Minden esetre egy picit leül. Helyére visszaáll, visszaáll Pölöske. Tóth. Bece tovább, Kovács vissza Tóthnak. Mészáros, Tóth nagyon messziről vállalja és nagyon szépen. Ez egy első osztályú dobás volt. Sokat láttunk annak idején az NB1-ben. Pölöske adta ki, Balog, ez egy picit hosszúra sikerült, lepattanó Hoffmanné, aztán már Tóth Olivéré. Mészáros, nagyon messziről,
távoli dobásokkal próbálja meg fölzárkóztatni a csapatot. Ezúttal nem jött be. Jön vissza Lovas. Farkas pihen. 31-26-nál. Ha ez bemegy, akkor csak 2 pont lett volna a különbség. Így azonban marad az 5. Szilágyi. Elvállalja a rövid. Mészáros. Tóth. Rossz a dobás, a lepattanó megint a vendégeké. Hoffman. Hihetetlen, mintha nem is lenne a dombóvári védő. Szilágyi. Jó helyen állt. 2 támadó, 1 védő. Hát... Balog. Rossz. Hát nehezen mozdulnak el a csapatok 31-26-ról. Csupa rossz megoldás mindkét oldalon, több is. Mészáros. Ő se tudja megtörni a gólcsendet. Hoffman kezéből kicsorog a labda, Szilágyi üti el. Jöhetnek a világos kék mezesek. Haza időkérés. Megpróbál valamit kitalálni Szőke Balázs. Újból pályán a csapatok. Lógár és Bece is pihen. Helyette pedig Kálmán Bálint lépett pályára helyettük. Kálmán, illetve Kovács lépett pályára. Hazajétnál Balog, Szilágyi, Lovas, Murvai és Tamás. Murvai robok, 3 támadó, 2 védő, Szilágyi. Áj, túl erősen rakta föl, de aztán szerencséje volt. 33-26. Mészáros le a sarokba, Kálmán vissza Tóthnak. Kovács. Mészáros Tóthoz, Tóth nem vállalt el, ez viszont szép. 33-28, 3 perccel a fél idő vége előtt. Szilágyi, Murvai vissza Szilágyinak. Tamás a sarokból, rossz. Lepattanó Balogé. Balog csak ijeszget. Aztán odaadja a labdát Hoffmannak. Ez most nem volt jó megoldás. 5 pont a különbség, támad a Göcsej. Mészárosnak nem volt szerencséje, ám játékos társának igen, szépen ment föl és pöccentette a gyűrűbe a labdát. Így igaz, nem 3, hanem 2 pontot ért, de legalább bement. És ezzel picit följebb zárkózott a vendégcsapat, Balog rosszul. Kovács könnyedén szerzett labdát, Hoffman pedig elől maradt és bedobta az ittszert. Időkérés. Valamivel több mint 2 perc van hátra a fél időből, támad a dombóvári csapat. Nézzük, mi lesz még, mi történik még ez alatt a 2 perc alatt, valamivel több mint 2 perc alatt. Sikerül-e behozni a hátrányát a vendégeknek, vagy marad hasonló különbség, vagy pedig a dombóvár növelni tudja előnyét. Szilágyi Banaihoz, aztán visszakapja Murvai középen, szép! Murvai nagyon pont erős ezen a találkozón, büntetőket is jól dobta. Kálmán, Kovács, rossz a dobás, Kálmáné a labda, ő volt a legpürgébb. Mészáros.
szépen csinálta, messze eltartotta a labdát védőjétől, aztán úgy dobott egy horgot. Banai, Szilágyi. Lenne sarokban Banai, neki még nincs pontja, marad is. Zalaegerszegen csereként állt be Banai Attila, de ott sem találta gyűrűbe. Egyelőre várat magára még az első kosara. Tóth. Rossz a dobás, Murvai lepattanó, és már is egy szabálytalanság. A negyed utolsó percében kapja az első személyi hibát. Göcsei csapat. Hazajatnak négy van ebben a negyedben. Három-negyed perc van hátra még a fél időből. Egy ponttal vezet a hazai csapat, amikor Murva indul. Saját lepattanóját majdnem megszerezte. Hoffman ütötte ki azonban a labdát. Lovas kötötte a cipőfűzőjét, ezért kellett egy kicsit várni. Szilágyi. Murvai. Szépen csinálta nagyon. 37-34. Kámán visszatótnak. Mészáros elvállalja a kinti dobást. Rossz. Murvai lepattanó. Lovas. 10 másodperc van még hátra. Lovas nem vállalja távolról. Tamás. És egy szabálytalanság, Kovács Martin. 5 másodperc van még. Ez alatt ki lehet dolgozni egy dobó pozíciót. Nézzük, sikerül-e. Tamás dobja be. Banai. Vissza, el kell dobni. És nincs benn. Maradt át fél időre az eredmény, a 37-34-es. Állásnál folytatódik a találkozó. 3 pont van közte, tehát bármi lehet. A világoskékmezesek kezdik az első akciót. Mészáros, Hoffman, Tóth, Bece és Lógár a pályán közülük. A hazaiaknál pedig, miközben Mészáros kihagyja, a Lógár pedig nem tudja dobni, aztán megint Mészáros, ez is rossz, lepattanó végül is Murvai, tehát hazaiaknál Murvai, Balog, Farkas, Szilágyi, illetve Tamás. Mészáros kapott technikait. És neki ez a negyedik. Ez már határozó lehet. Tamás kezdi a pontgyűjtést a második fél időben. És a félpályáról hozhatja a labdát a Dombóvár. Balog. Még mindig ő, Murvai. Pontatlanul tette föl, nagyon keményen is. Mészáros, Bece, Lógár. Ez a dobás is rossz, Farkas megszerzi a lepattanót. Szilágyi, ő is nagyon pontatlanul dobta. Lógár ismét. Mészáros.
hátót forgolódik, aztán elvállalja, és ez bemegy. Megvan tehát a túloldalon is az első kosár. 38-36 az eredmény. Az első negyedet a hazaiak nyerték 23-19-re. A másodikban egy ponttal jobbak voltak a vendégek. Ők 15-öt dobtak, hazaiak csak 14-et. Szoros tehát nagyon a mérkőzés. Farkas jól lépett be. Dobás közben szabálytalankodtak vele szemben. Kosár jó volt, és Farkas dobhat még egy büntetőt. Bece nagyon csúnyán sántikál lefelé, a bokáját fájlalja. Kovács Marti jön helyére. Halmai Balázs sportszerűen oda megy, Bece nem kér segítséget. Bece sokat kihagyott, több héten keresztül nem állt rendelkezésére csapatának. Nem lendült még úgy játékba, mint ahogy korábban megszokhatták tőle. 41-36 időközben az eredmény. Lógár szépen csinálta, csak nem dobta be. Farkas nem tudta visszahúzni a labdát. Dombóváriakról ment ki, úgyhogy jöhet a Göcsej. Tóth nagyon pontatlanul, Urvai nagyon szépen. Mészáros nem merte bántani, egy micsoda hosszú passz. Aszta! Forint 20-as labda! Ha valaki tudja még, hogy mit jelent ez. 43-36 az eredmény. Távoliakkal próbálkoznak most az alaiak. És a lepatanért küzdelemben balok szabálytalankodott Hoffmannal szemben. Harmadik személyi hibája Balognak. Két dobás következik Hoffmann részéről. Szépen dobja az elsőt, 43-37. A második is tökéletes. Balog. Szilágyi, vissza Balognak, érkezik Farkas, beláll, gyönyörű. Nagyon szép volt az összjáték. Farkas jól fogta meg a lendületét. Egy teljesen fölösleges Murvai. Balogot Banai váltja. Mészáros az embere. Hoffmann. Tóth. Mészáros. Rossz a dobás, Szilágyi a labda, 45-38, támad a Dombóvár. Lenne a sarokban Banai, nem meri elvállalni. Farkas, három ember között, mind kés a bajban. 9 pont a különbség, 8-re emlékszem, hogy volt már, 9-re még nem. Mészáros. Eljátsz a nagy halált,
A szabálytalan azonban nem Murvai volt vele szemben, hanem Szilágyival szemben a másik 11-es, illetve a 11-es Tóth Olivér. ...47-38, csak nem 4 perc telt el ebből a negyedből. A negyed kezdetekor 3 pont volt a különbség, most 9. És ezt a különbséget még növelheti is a hazai csapat. Szilágyi passzába nyúl bele Tóth. Murvai dobhat. Farkas, Tamás, Szilágyi elvállalja, és a palánkról gyönyörűen ment be a tripla, 50-38. A tízest kandálja a hazai közönség, ugye ez van közte, de nem pontosan ennyi, hanem pont egy tucat, tehát 12. Így van, lépéshiba. Lógár három ember gyűrűjében próbált meg valamit tenni, valami dobópozíciót kialakítani. Lépés hibát vétett. A játékvezetők ténykedésével nincs megelégedve a Mészáros házas pár. Az edző kapott személy, illetve technikait. Büntetőt jól értékesítette Tamás Péter. Labda marad a hazaiaknál. 13 pont van közte. Farkas nem merte távolról elvállalni, kénytelen volt most már azonban visszadni. 8 másodperc van még a támadőből, amikor Szilágyi eldobja. Az előbb innen ment be, ezúttal nem. Farkas küzd fantasztikusan a labdáját, aztán végül is a Tóth Olivér kezéről kerül ki a játéktéren túlra. Farkas nagyon önfeláldozóan vetődött a labda után. Meg is lett az eredménye. Harmadik negyed közepén járunk, 51-38 az eredmény. Farkas egyből fölrakja, és be is ment. Nem figyeltek rá. 53-38. Mészáros. Banai kapott személyhibát. A harmadik már neki a találkozó. És Száros Ricsi elszúrta. Erre kérte Dombovári B közép, megtette neki ezt a szélességet. Másodikat azonban már bedobja. 53-39 ezzel. Banai gyönyörű labdát adott Szilágyinak, szabálytalanság nem volt. Mészáros belefordult Tamásba, Szilágyi elől maradt, valahogy megszelidíti a labdát, aztán bedobja. Egy hosszú dobás. Farkashoz pattan ki egészen. Szilágyi.
lenne a sarokban Tamás. Beleállt a triplába, nem sok kellett volna hozzá, marad az 55-39. Hoffman. Hihetetlen, hogy mit hagyott ki. És megint igaz, hogy volt közben egy szabálytalanság is. A múltkori mérkőzésen két héttel ezelőtt sokkal pontosabban dobtak a vendégek. Hihetetlen, hogy mik maradnak ki. És mennyi büntetőt hagynak ki. A második tökéletes, pontosan 15 pont van közte így. Lovas még megmenti a labdát. Szilágyi. Lovas. Hát elég gyönge kis próbálkozás volt ez. Mészáros. Nagyon rossz dobás. Lovas megáll, nem futja el, nyugi, nyugi, mondja neki az edzője is. Fú, de kemény passz volt. Szilágyi kér elnézést Banaitól, és közben egy hazai időkérés. ...55-40-ről folytatódik a találkozó. Nézzük, lesz-e valami fordulat. Vagy marad ez a különbség, vagy a Dombóvár még jobban növelni tudja előnyét. Lógár passzolt Mészárosnak, át a túloldalra Tóthoz. Egy nagyon rossz átadás. Vagy hát dicsérjük inkább Farkas Pétert. Ő ütötte ugyanis ki a labdát. Mészáros. Hoffman valahogy fölrakta, ezúttal be is talált a gyűrűbe. Szilágyi ismét. Lovas, nincs előtte senki. Rossz azonban a dobása. Marad a 13 pontos különbség. Mészáros. Tóth. Kovács röviden, a második már jó. Az időkérés után 4 pontot hozott a Göcsei SK. Lovas. Vanai a túloldalon. Tamás. Rossz a lepattanó Mészárosé. Szilágyi üti ki. Csere a hazaiaknál. Murvai jelentkezik játékra. Lovas Péter ballag le. Mészáros. Hogy ezt hogy csinálta? Minden esetre 10 ponton belül a különbség. Banai. Szilágyi. Farkas. Rossz a dobás. Murvai nem ment érte. Mészáros viszont igen. 1 perc van még hátra a negyedből. Az utóbbi percekben jobb a Göcsei SK, ez pontokban is megmutatkozik. Ezúttal például Kovács Martin talált a gyűrűbe. És a több mint 15 pontos különbségből most már 6 maradt.
Murvai. Banai nem merte elvállalni, Murvainak pedig egy megfoghatatlan labdát adott. Csere a hazaiaknál, Banai ballag le, helyette pedig König. Hoffman, Mészáros, Hoffman, Murvai volt szabálytalan, ötödik csapat személyi hiba. Hoffman kiadja az elsőt, maradt az 55-49. Kiadja a másodikat is. Szilágyi. El kell dobni. Farkas dobása pontatlan. 55-49. Egy kis szusszanás, és következik az utolsó negyed. Meg is történt itt a valóságban az a szusszanásnyi szünet, úgyhogy az utolsó negyedre fordulnak a csapatok. Nézzük, hogy is alakul a találkozó. 6 ponttal vezet a Dombóvár, volt már 16 is. Nem szépen visszajött a meccsbe a Göcsei SK. Hoffman rutinja kijött. König igazából nem tudta, hogy mit csináljon. Támadnak a zalaiak. Tóth gyorsít. Nagyon rossz passzot adott. Földön König, továbbadja Balognak. Lenne a sarokban Tamás, rossz, a labda pedig Tóté, nagy nehezen összeszedi, érkezik Kovács, és kimarad. Tóth azonban megszerzi a lepattanót, ismét egy támadó lepattanó, amiben sokkal jobbak a vendégek. Egy rossz próbálkozás, Hoffman szintúgy, aztán Balogé. Balog, Pölöske, Tamás keresi a dobó pozíciót, elindul, kiadja, Lovas, és ez benne is van. A Lovas nem sok pontot dobott, de most ez nagyon jókor jött, 57-49 ezzel. Balog üt a labdába. Nagyon átlátszó volt, mit is akar csinálni Tóth Olivér. Mészáros. Hoffman. Mészáros. Ismét egy pontos dobás tőle, és ismét egy távoli, tehát 3 pontot ért. 5 pont ezzel a különbség. Balog. Lógár Bence volt szabálytalan Baloggal szemben. Harmadik személy hibája a csapatának, pedig az első ebben a negyedben. Tamás gyönyörűen csinálta. Tóthnak ezúttal sem jött be a dobása. A labda pedig Lovasról hagyta el a játékteret, hogy jöhetnek a vendégek.
Időközben egy csere, Szilágyi pihent egy kicsit, visszajön König helyére. Hét ponttal vezet a hazai csapat. Halmai Balázsnak kell megmutatni, hol vannak meg igaz izzadságfoltok, nehogy valaki elcsúszson. Hoffman, vissza Mészárosnak. Hoffman ismét. 5 másodperc van még a támadó időből. Mészáros ezt el fogja vállalni. Ezúttal nem tudja bedobni. A labda Tamásé. 59-52. Szilágyi. Nem tudja becsapni Kovácsot. A labdája azonban jó lovasnak. 61-52. 3 perc telt el az utolsó negyedből. Mészáros nagyon messziről, és nagyon pontosan megint. Hihetetlen. A harmadik fantasztikus triplája rövid időn belül. Balog. Tamás dobása rossz. Ismét törölni kell. Murvai az, aki elvállalja ezt a feladatot. Folytatódhat a találkozó, 6,5 perc van hátra. Támadnak az alaiak Mészáros révén. Mészáros aztán ezúttal nem csinálta jól, és a támadó Baloggal szemben szabálytalankodott Tóth Olivér. Szilágyi. Farkas. Kiadja a labdát lovasnak, de nagyon röviden. Mészáros megszerezte. Tóth. 61-55 továbbra is. Lógár. A túloldalon teljesen üres Kovács. Kosár nincs. Jöhet a Dombóvár, palánktartó. Vason pattant a labda. Tamás keres társat, Szilágyiban találja meg. Kezet ütött Kovács Martin. A második személy hibáját kapta. Farkas, Tamás, Szilágyi. Kovács ezúttal belenyúlt a szemébe. Fault nincs, de a játék áll. Mert tovább mutatja Szilágyi, aztán Már Gábor is. Továbbra is 61-55, 5 perc, 20 másodperc van hátra a találkozóból. Balog, ej, de gyönyörűen csinálta, a rutin meg az évek. Ez nagyon szép volt. És a fault után megjöhet egy büntető is. Thank you.
És Balogh bedobja még ezt a büntetőt is, 64-55, ezzel újból 9 pont, egy picit nagyobb a különbség. Lassan az utolsó negyed felénél járunk, amikor Tóth támad, Lógár begyűrte valahogy a labdát, Szilágyi már is hozza, Kovács veszi föl, Szilágyi bement két ember közé, nagyon erősen dobta a labdát, Farkas pedig onnan húzta vissza, te jó Isten, majdnem a nézőtérről. Nagyon lelkes Farkas is, de valamennyi játékoson látszik, nem csak a dombóváriakon, hanem természetesen a zalaegerszegieken is, hogy nyerni akarnak, és nagyon küzdenek. Tamás, rossz. És bent történt egy szabálytalanság. Együttes fault. Ha jól látom, Hoffman, illetve Farkas kapta. Hoffmannak is ez már a negyedik személy hibája. Épp úgy, mint Mészárosnak, és épp úgy, mint Farkasnak. Tóth. Jó, Csellel indul. A dobása rossz. Hoffman szerezte a lepattanót. Érvénytelen a dobás, lépés hiba volt. Játékvezető ott volt, közel, jól látta. Rutinos játékvezető. Lovas nincs benn. A labda a kékmezeseké. Tamás volt szabálytalan, a harmadik csapat személyhiba, a dobás meg nincs érte. 4 perc, 1 másodperc van hátra a találkozóból. Mészáros. Tóth nagyon messziről és nagyon pontosan. 4 pont van közte. Ez ugye ebben a játékban semmi. Nyílt még a találkozó. Szilágyi. Nagyszerűen játszik ő is. És talán egy hosszú hajrában gondolkodik Mészárosné Darida Csilla. Ezért időt kér. Ő ugye nem most ismerkedett meg a kosárlabdával, több csapatban, női csapatban is játszott, a Szekszárdban, illetve a Rád Géber éra alatt még a Pécsben is euróligás játékos volt. Nagy rutinja van, ezt próbálja meg most kamatoztatni, valahogy összehozni a csapatot, kitalálni valamit. De úgy gondolom, mindenki nagyon jól szórakozik, izgalmas a mérkőzés. Megérte ide kijönni. Tehát 66-60 az eredmény. 3 perc, 25 másodperc van még hátra, amikor Hoffman dob egy kosarat. Szilágyi. Egy szabálytalanság. Szerintem Lógár kapta, igen. Neki is megvan a negyedik. Mészáros is, Hoffman is, Lógár is végigjátsza a mérkőzést. Elég rövid. Zalaegerszegi kispad. Farkas gyönyörűen nyúlt utána, vezette ki a dobást. Tanítani lehetne, hogy kell dobni a büntetőt. A második is jó. Újból 6 pont a különbség. Eltelt egy fél perc. A játékból még 3 perc van vissza. Hoffman.
Hazai időkérés. Tamás, Szilágyi, Balog, Farkas, illetve Murvai a hazaiak részéről, a vendégeknél pedig Kovács, Lógár, Mészáros, Hoffman és még valaki, Tóth. 68-64, tehát Farkas nem mert elvállalni, pedig nyugodtan mehetett volna a gyűrű felé is. A labda azonban marad a hazaiaknál. Szilágyi dobhatja be. Murvai. Szilágyi ismét. Megint kiütik a labdát, ezúttal Kovács Martin. Farkas. Kosár nincs. Lepattanó Hoffmané. Tóth. Hoffman és Murvai birkózik. Utóbbi kapja a személyhibát. Neki is megvan a négy. A dombóvárjaknál már 21 személyhiba van. A vendégeknél 20. Murvai, Farkas. A hazaiaknál Mészáros, Hoffman és Lógár szintén 4-4 személyhibával rendelkezik. Mészáros, el kell dobni. Hoppá, ez lépéshiba volt bizony. 2 perc, 5 másodperc van hátra, amikor 68-64-nél támadhatnak a hazaiak. Szilágyi. Kovács támadja vehemensen. Murvai belép nagy lendülettel. Ezután nem tudja bedobni Kovácsi a lepattanó. Mészáros. Minden labdával őt keresik. Mészáros. Hoffman. 2 pontra jön föl a vendégcsapat. Egy perc 40 van hátra a találkozóból. 68-66 az állás. Tamás. Balog. Ez sincs benn. Mészáros. Egyenlített az Alegerszeg, sőt egy távolival át is veheti vezetést. Ez történt meg. Hazai időkérés. Lógárnak nem remegett meg a kezzel. Bátran elvállalta. Hát nem bátran, de elvállalta, és bátra ki a szerencse. 1 perc 18 másodperc van hátra a találkozóból. Mi is lesz a vége? 1 ponttal vezet a vendégcsapat. Ám támadnak a hazaiak. Farkas adja ki. Van még támadó idő. Szabálytalanság nincs. Lógár érkezik, Mészáros. Tóth. Tóth ismét, illetve még mindig. Ez enyhe lépéshiba, de nem az volt. Aztán eldobja, mert lejár a támadó idő. 38 másodperc van még hátra. 1 ponttal vezet a vendégcsapat. Tamás. Szilágyi. Szilágyi. És nincs benne. Ám ott van Balog. És Mészáros az, aki a Balog kezével együtt próbálta meg a labdát elvenni. Úgyhogy Mészáros ezzel kipontozódott. A felesége pedig időt kér. Utána dobhat majd Balog 2 büntetőt, és marad még majdnem 21 másodperc. Tehát kijátszhatja ezt az időt az Alaegerszeg. Na nézzük tehát akkor ezt a bizonyos végkifejletet. Balog eddig jól dobta büntetőket, nézzük mennyire fáradt el.
tud-e még koncentrálni. Úgy látszik, hogy igen. És most már kijelenthetjük, hogy kötélidegei vannak. Nem remegett meg a keze sem. 15 másodperc, nézzük mi lesz. Hazaiak nem ütöttek oda, nem adtak autót, nem... Eost igen. 5,2-vel a vége előtt. Hát ilyenkor sokkal előbb oda szoktak ütni. Minden esetre az utolsó idejét is kikéri Darida Csilla. ...70-69 az eredmény. És következik két büntető. Bece Barnabás dobja, ő váltotta egyébként Mészáros Lihárdot. Úgy néz ki, hogy a bokája helyre jött. Nézzük akkor. Kihagyta az elsőt. Borzasztóan izgalmas itt a végkifejlet. Jöhet tehát még egy dobás. És ez is kimarad. Nem. Már a játékvezetők lefújták. Na most mi van? Játékvezetők még rendezik a soraikat. 3,9 másodperc. Na most mindenki fölállt itt előttünk, nem tudom, hogy mennyit lehet látni, én is fölállok. Nézzük, mi történik. Hoffmannal beszéli meg Mintál Csaba a dolgokat. Minden esetre jöhet a Dombóvár. Aztán érdekes módon az órát 5,9 másodpercre állították vissza. Dobáskor még 5,2 volt. Gábor beszélget Darida Csillával. Aztán oda megy Szőke Balázshoz is. Elmagyarázza, hogy mi van. Kár, hogy nem halljuk. Valószínű, hogy az órával van valami probléma. Bece dobta a büntetőket, akkor 5,2 másodpercet mutatott az időmérő eszköz. Most próbálják meg valahogy beállítani azt, hogy mennyi is van még hátra. ...5,1, mondjuk ez így jó.
Na, akkor folytatódhat a játék, végül is 5,1 másodperc van, ez úgy néz ki, hogy jó. Balog dobhatja be a labdát Szilágyinak, akivel szemben azonban azonnal szabálytalankodott Tóth Olivér, ahogy ez várható is volt. És akkor nézzük, Szilágy is van-e olyan biztos kezű, kötélidegzetű, mint amilyen az előbb volt Balog. ...70-69-re vezet a Dombóvár. Most kapja meg Szilágyi Tamás a labdát. Jó az első! 71-69! Na, folytatódhat a játék. Mészáros Rihárdot kellett kicsit csitítani. Szilágyi bedobta a másodikat is. 72-69. Tóttal szemben szabálytalankodott Lovas. De eltelt csak nem egy másodperc. 72-69. Ha Tóth bedobja ezt a kettőt, akkor sincs Dombóvári szempontból túl nagy baj, mert még egyel vezet a hazai gárda. A Tóth is rutinos játékos, 72-70 ezzel. Ez kimarad, lepattanó kié. Kékvezesé, de már teljesen mindegy, hiszen letelt a játékidő. A lepattanóért való küzdelem alatt letelt ez a 2,3 másodperc. Úgyhogy hazai csapat 72-70 arányban győzött egy nagyon izgalmas mérkőzésen. Így ők kerültek be a döntőbe. Ellenfelük vagy a kaposvári Tigrisek, vagy a Szombathely lesznek majd. Ezzel búcsúznék, tehát köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!